Üdvözöllek benneteket hulladék nélküli otthonomban. A mai napon a konyhámba invitállak benneteket. Méviaszos kendőket készítünk együtt. Mielőtt belevágunk, készítsetek ti is magatoknak egy finom teát. A méviaszos kendők segítségével végleg elhagyhatjátok az egyszer használatos műanyagfóliát vagy alufóliát, így újabb lépéssel kerültök közelebb a hulladékmentes háztartáshoz. Ezen a boltban vásárolt Cibi márkájú méviaszos kendőn látszik körülbelül egy év használat után, hogy a méviasz réteg már helyenként lekopott róla. Az élettartamát azonban újraviaszozással meghosszabbíthatjátok. De teljesen új textilekből is készíthettek méviaszos kendőket. A viaszozáshoz méviaszra lesz szükségetek. Én most méviasz lapokat használok, de nyugodtan használhattok lereszelt tömböt, vagy akár pasztillát is. A textilt zsírpapírra kell helyezni, erre kell szórni a méviasz darabkákat, végül szintén zsírpapírral letakarni, és utána jöhet a vasalás. Ezt a zsírpapírt nem érdemes kidobni, újra és újra használhatjátok, már csak azért is, mert viszonylag sok viasz ragad rá, ami a következő alkalommal újra felolvad és a textilen végzi. A korábbi méviaszos kendők felfrissítésekor nem feltétlenül szükséges újabb viaszt használni, valószínűleg elegendő csak simán újra vasalni. Ha úgy érzed, hogy még maradnak viaszmentes részek a textilen, akkor szórj rá újabb darabokat. Fontos, hogy a méviaszos kendőket csak kézzel hideg vízben tisztítsátok, hiszen a meleg víztől nagyon gyorsan lekopik a méviasz róla. A méviaszos kendőket ráteheted tányérokra, edényekre, befőttes üvegekre, de csomagolhatsz bele szendvicset, zöldséget, gyümölcsöt, akár sajtot is. Szuperül frissen tartja a különböző élelmiszereket. Ha tetszett a videó, akkor bátran próbáljátok ki ti is a méviaszos kendő elkészítését.
Ez egy nagyon egyszerű és nagyszerű hulladékmentes megoldás bárki számára. Ha szeretnétek beszélgetni picit a témáról, akkor írjatok a videó alatt, de megtaláltok Facebookon és Instagramon is. Egy hét múlva ugyanitt folytatjuk egy újabb témával. Sziasztok!